Çok az elégedetlenség, a panasz, így nem jó, úgy nem jó, nem tudunk fizetni, nincs bevétel, szörnyű ez a kormány, szörnyű ez a Fidesz, meg Orbán, Orbán takarodj! Istenem, utolsó 10 évemet éltem itt, de én még igazi elégedetlenséggel nem találkoztam, ez szájtépés. Volt itt tüntetés. Ez nektek tüntetés? Hát, mert mi egy forradalmi nép vagyunk, emlékezünk 1848-ra, 1956-ra. Ez olyan, mint egy öreg bácsi, amikor a fiatalkori fotóit mutogatja, hogy hány nővel bújt ágyba. Hát ma már nem bújik ágyba. Ez nem az a nép, aki forradalmi meg szabadságharcos. Ez egy birkanyáj, azok vagytok birkák, nem tudom még mennyi fát lehet hasogatni a hátatokon. Azon csodálkoztok, hogy egy zsarnok lop. Hát ez a foglalkozás. Én meg a népen csodálkozom, ahogy ez tűri. Istenem, hát hogyha ez tényleg elviselhetetlen, akkor miért nem tesztek valamit? Mert szerintem még ti ezt elviselitek. Még nem fáj eléggé. Még van mit enni otthon. Nézem a tüntetéseiteket. Ilyen lámpákat gyújtotok ki a mobilon, és azzal integettek. Ilyen langyos tüntetés. Ez nektek tüntetés, és a végén zenés, táncos műfajjá alakul ki, és egy happening lesz, boldogsággal, és hazamentek. És ezt meghallja a zsarnok. És a másik. Ki az, aki ellen tüntettek? Mindig a fennálló rendszerrel szemben. De ha ma Orbán van Orbán, ha más, akkor más. Mert nincs eltökélt cél. Mindig a jelenlegi a rossz. Pedig a cél az más. Az elégedetlenség okát kéne megszüntetni. Orbán egy függvény. Előidézője eseményeknek, mert ezzel erre a pályára szorult be. De ő a multik függvénye, nem Európa függvénye, a pénzhatalmak függvénye. Egy keleti blokk pénzhatalmának és egy nyugati blokk pénzhatalmának a függvénye. Látod, hány multi van Magyarországon? Hát a lengyel, szlovák, magyar rabszolgamunka tartja el német polgárokat, és biztosítja azok jólétét, és sorolhatnám még milyen más polgárokat. Hát szerinted hol termeli meg a multi a pénzt? Hát itt. Szerinted miért hújnak szemet Orbán fölött, bármit tehet? Mert oda csapolja le az országot, meg magának. Aztán lavírozik kelet és nyugat között. Tehát mi a cél? Ki ellen tüntetsz? Miért nem élsz jól? Fogalmazd meg magadnak. És Orbánnak milyen kiútja lehet? Az, hogy előre menekül. Még rosszabb helyzetet hoz létre. Járvány, hadiállapot, még rosszabb gazdasági helyzet, amiben te még jobban kiszolgáltatottá válsz. Azért, mert te még mindig a nyulak nyelven beszélsz. És mi van, ha nem Orbán, hanem más? Tök mindegy, nem? Ő is ugyan ebbe a lavírozásba lenne benne. Mert ez egy kényszerpálya. Mert már későn tiltakozol. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.